Sziasztok! A Filmmakers Handbook könyv 13. részében alapvetően a kép és hangvágással fogunk foglalkozni. Ne abozzunk, csapjunk is bele! Na most beszélnünk kell az úgynevezett long take -ről. Ugye a long take egy hosszú időtartamus snit. Ez lényegében lehetővé teszi a cselekmény valódi térben való kibomlását. És gyakorlatilag nem a vágásból adódik annak értelme. Na most ez a fajta helyszín kialakítás, úgynevezett mizanzén a montással állítható kontrasztba. Ugye ahol a jelentés, tehát a jelenet jelentését és a sztori vezetést a vágás segítségével oldják meg. Azaz tehát a snittek egymáshoz való illesztéséből fakad a plusz információ. Tehát önmagukban a snittek kevesebb tartalommal bírnak. A vágás során a snittek kiválogatása majd szekvenciákba rendezése történik. Ugye, ami aztán végül a filmé áll össze. A vágás ezért az a pontja a filmkészítésnek, ahol a produkció a valódi formáját nyeri. Na most a vágás az két felvételnél, az egyik hirtelen befejezésével és a következő azonnali kezdetével jön létre. Ugye a tradicionális vágás esetén a filmnek szó szerinti fizikai elvágása történt. Majd utána egymáshoz illesztése. Na most maga a szerkesztés az óriási hatással lehet a tempóra és a hangulatra, de emellett a tartalomra és a jelentésre is. Na most picit a storik struktúrájáról. A jó sztorinak tehát kifejezett struktúrája van. Ugye különálló bítekre bontható, és ezek a bítek ezek olyan pillanatok, ahol valami a sztori szempontjából lényeges történik. Tehát kulcsinformáció vagy annak része derül ki, avagy érzelem fejeződik ki. Ugye közhely, hogy bevezetés, tárgyalás és befejezésre oszlik egy sztori. De ugye ahogy Jean-Luc Godard megfogalmazta, nem szükségszerűen ebben a sorrendben. A sztorék függetlenül, hogy forgatókönyvi drámák vagy anélküli dokumentumanyagok felvonásokra bonthatók. Ugye ezek az aktok. Ugye a felvonás egy egysége a történetmesélésnek, amely jelenetek sorozatából épül fel. És ezek bizonyos tónust közölnek, és bizonyos drámai pont vagy klimax felé tartanak. Ugye a drámákban két akt határán van az úgynevezett plot point. Ugye ez egy fordulat, amely a történetet egy új vagy váratlan irányba tereli. Így egy fokozódó feszültség szint jellemzi. Na most minden felvonásnak célokkal kell rendelkeznie. Ugye ha egy jelenet nem járul hozzá ezekhez, tehát lényegében önkényes, úgy az biztosan kivágandó. Na most kedvelt vágástípus az úgynevezett cut on action. Ugye két snit között mozgásban történő átfedéssel oldja meg a vágás pontjáról való figyelemelterelést. Például totálból felveszünk egy ajtó jelenetet, majd ugyanezt közeliből, ugye kézfejjel a kilincsel, majd a vágásnál pedig, amikor a kinyitási folyamat megegyező ponton van, akkor történik a vágás. Vagy például egy sima labda eldobásnál. Most nézzünk erre egy példát. Na most ugye itt arra kellett figyelni, hogy a kéz körülbelül ugyanazon a ponton legyen. Mind a két stint esetén. Tehát gyakorlatilag ahol az egyik abba hagyta, ott a kép kivágással ugyanaz a kézmozdulat, tehát ugyanazon a ponton, onnan a második tehát folytatja. Ugye általában véve, minél kisebb, két felvétel szögében, és a képkivágás nagyságában a különbség, annál valószínűbb, hogy nem folyamatos eredményt kapunk, tehát észrevehető lesz a vágás. Úgynevezett jump cut. Ugye a folyamatos hangaláfestés kulcsfontosságú lehet, hiszen könnyedén át lehet vele akár jump cutot is hidalni. Na most adott esetben egy snitbe való belenagyítással, ugye egy totál, és mondjuk egy szűkebb kivágás utána, de belenagyítással ugyanezen a felvétellel, már két snitként is felhasználható. Ergo vágható. Na most a cutaway és a reaction shot azok olyan eszközök, amelyek képesek a folytonosságot fenntartani, még nem összeillő felvételek között is. Ugye ezzel lehetővé teszik a tempó vágással való szabályozását. A képernyőirány. Ugye a filmkészítés alapvető szabálya, hogy a vágásoknál a képernyő irányát meg kell őrizni. Ha egy személy a képernyőn, például mondjuk ebben az esetben, balról, tehát jobbra néz, akkor egy következő vágásban, egy következő stitben tehát ugyanúgy fenn kell tartani ezt az irányt. Tehát mondjuk egy beszélgetés jelenetnél az egyik balról jobbra néz, tehát jobbra néz, a másiknak akkor bal felé kell néznie. Ugye, hogyha egy irányba néznének, akkor gyakorlatilag megszűnne annak az érzete, mintha beszélgetnének. És gyakorlatilag azt feltételeznénk tehát, hogy mind a kettő ugyanabban az irányban néz. Tehát nem egymásra. Ugye, hogyha például egy jelenetben változik a nézés irány, akkor azt például az említett katövélyek segítségével tudjuk áthidalni. Tehát az akció tengeje, az akció vonal egy katövély után például tehát módosulhat. Na most az úgynevezett intercutting vagy közbevágás esetén két jelenet lényegében egy időben fut. És a kettő között oda-vissza vágás történik. Ugye klasszikus erre a telefonbeszélgetések. De nézzünk egy érdekesebb példát. Ugye itt a Mintakán for Out of Sight című filmből van a jelenet sor. Ugye a sorozat azzal kezdődik, hogy George Clooney leül Jennifer Lopez-zel egy bárban. Ugye látunk egy kétalakos felvételt. Majd ugye shot reverse shot, vagy angle angle, ugye a jelenetek előrehaladtával, haladtával, ugye ahogy látjuk a felvételek komponálása egyre szűkebbé válik, tehát ugye ez akkor használatos, amikor egy jelenet bontakozik ki, intenzívebbé, jelen esetben intimebbé válik, majd ugye a hatodik jelenetben López a kezét a pohárra teszi, talán a klóni a hölgy térdére, és az egész az úgy tűnhet, mintha az asztal alatt zajlódna a jelenet. Viszont ugye először tisztázatlanul lopez a másik irányba látjuk, tehát másik irányba néz. Gyakorlatilag mintha sérülne, tehát mintha sérülne a tengely Ugye folytatódik a jelenet, és a 9. képkockában még látszik, hogy a bárban vagyunk. De ahogy bontakozik tovább a jelenet, rájövünk, hogy már ugye az interkát segítségével közbevágottan, de egy szobába vagyunk ahol ugye a románc elkezd kibontakozni. Ugye végig közeliek vadnak, és gyakorlatilag egyfajta összemosódás tapasztalható, hogy most éppen tulajdonképpen hol is vagyunk. Tehát lényegében ez azt szimbolizálja, hogy mire is gondolnak a szereplők. Majd végül profilképekkel teremt szép párhuzamot, ugye a bárba, majd az ágyjelenet között. Most vegyük sorra a jellegzetes vágástípusokat. Ugye a filmdialógusok általában akkor működnek jól, ha rövidek, tömörek. Ugye emellett arckifejezések, mimika, testbeszéd, illetve precíz egymás mellé illesztésekkel is működhet a történetmesélés. Na most a hang és kép nem szinkronizált egymáshoz illesztésének is érdekes módjai használatosak. Ha a beszélgetés során a kérdés feltevőről már a kérdése alatt átvágunk arra, akit kérdez, akkor egy kevésbé mechanikus, természetesebb ritmust adunk a jelenetnek. Ugye ez rámutathat, hogy a vevőfél hogyan interpretálhatja a hozzáintézett mondani valót. Na most két jelenet esetén, ha a megelőző snitt hangja még fut, mikor elkezdődik a következő snitt videó része, akkor úgynevezett nevezett cut beszélünk. Ha fordítva, vagyis előbb elkezdődik a következő snitt hangja, mint hogy annak képe megjelenne, ergo az előző snit képe még megy, akkor j ról beszélünk. Tehát például előre a vonatot, pedig még a mezőn vagyunk képileg. Ugye mecskát például egy illető ugrik be a vízbe, majd vágás, és ugyanúgy, de nem a vízbe, hanem az ágyba csapódik, esik úgymond. Na most ez témában vagy kompozícióban hasonló felvételek között működik a smeskát, ugye itt hirtelen váltás történik. Durvából nyugatba, vagy nyugodból durvába. Ugye például egy rémálomból való felriadás. Az íris, na most eredetileg a filmezés hajnalából származik, ugye amikor az íriszt manuálisan tekerték, és így sötétedett el. Tehát lényegében az alakjának megfelelően kör alakban, vagy éppen így világosodott ki. Most érdekes a vibe. Ugye a vibe esetén az egyik felvétel úgymond úgy cseréli, úgy jön rá a következő felvétel, hogy gyakorlatilag valamilyen alakzat, vagy valamilyen egyéb módon átutazik az egyik a másik képen. Ugye ilyenek gyakran használatosak például a Star Wars filmekben. Fontos az úgynevezett Invisible Cut. Na most, ha például felborítunk egy asztalt, vagy ráhúzzuk a feketességre, tehát teljesen belemegyünk kamerával úgymond az asztalba, majd ebből a feketeségből indulunk ki, tehát onnan távolodunk, de már más jelenetbe leszünk. Itt egészen érdekes, akár extrém példák is előfordulhatnak. De ide tartozik például a kamera kameramozgással, például egy kés doba szereplő, a kamerát elrántjuk, mondjuk egy vippen, tehát úgy, hogy mosson, majd egy másik jelenet. Vagy egy harmadik példa, hogyha egy objektum átmegy a kamera előtt, és akkor megy át a másik jelenetbe. Most ezek után nézzük meg, hogy is áll fel egy vágócsapat. Ugye a filmstúdió rendszerben a vágásért felelős főszemély a Supervising Film Editor. Ugye alatta van a hangvágó, Supervising Sound Editor, a zenevágó, Music Editor, és a Supervising VFX Editor, ugye ez utóbbi a speciális effektek esetén, és tovább ezek alatt egyenként további személyek állhatnak. Asszisztensek, tanulók például. Mondjuk a hangvágó alatt lehet dialogvágó, dialogeditor, editor, fx, zörejvágó, ugye az pedig a fully editor. Most kisebb produkciók esetén a vágó meg annyi feladatért lehet felelős. Persze itt is csatlakozhatnak a rendszerbe asszisztensek, tanulók, stb. Akik mondjuk például menedzselik a merevlevezeket, filmtekercseket szinkronizálnak, hanggal vagy logfájlokkal foglalkoznak adott esetben renderelnek. Most hogy is néz ki a vágás folyamata? Ugye egy mozifilm esetén tipikus eset, hogy már a forgatás alatt elkezdi a vágó a tevékenységét. Ugye történik legelőször a felvételek rendezése. Ugye hang, kép, ugye beleértjük ide a mozgóképet, animációt, fotót, ugye a hang mellett ehhez kapcsolódóan zene, effektek is beletartoznak. Ugye cél, hogy a vágó számára minden kéznél legyen. Na most dráma esetén a scriptes előkészíti az úgynevezett continuity scriptet, amely információt ad a vágó számára az összes felvételről. Ehhez kapcsolódik még editor's log is, valamint a script notes, valamint a camera and sound report is. Ugye a következő pont pedig a felvételek kiválasztása. Ugye amikor a script szerint illesztik a felvételeket sorrendben, ezt hívják eszembőlnek. Na most a rough cut az az első kísérlet a film vágott anyagának kiformálására. Ugye a két dolog, tehát a két fogalom, a rough cut vagy az Assemble, az bőven összemosódhat. Ha a jelenetek sorrendje alapvetően elkészült, akkor úgymond a polírozás következik. Ugye szekvenciánként, áttűnések beillesztése, stb. Ezt hívják fine cuttingnak. Ugye ennek eredménye, tehát a rough cut indultunk, végül tehát a fine cut. Amikor a képanyagot véglegesítették, azt hívják picture lock-nak, vagy másként picture freeze-nek. Na most mi a különbség a lineáris és a nem lineáris videószerkesztés között? Ugye a lineáris videószerkesztés azt a folyamatot írja le, amelynek során a jeleneteket a kívánt sorrendben másoljuk át, a videókazettáról, a másikra két szalagos videómagnó segítségével. Az új szalagot tehát lineáris módon hozták létre. Na most ezzel szemben milyen a nem lineáris? Ugye a nem lineáris videószerkesztés esetén analóg vagy digitális formában szintén számítógépbe töltik be az anyagot. Na most magára az NLR-re, tehát ugye non-linear editing, tehát a nem lineáris, gyakorlatilag úgy tekinthetünk, mint egy gyárra a nyersanyagot, ugye hangkép, megkapva ennek az NLL, vágóprogram segítségével feldolgozzuk. Ugye vágás, újrarendezés, címek, effektek, hangjavítás, fényelés, stb. Majd a kész anyagot feldolgozva különböző formátumokba exportáljuk. Legyen az DVD, Blu-ray, vagy éppen Digital Cinema Package. Most nézzük meg pár ismertebb vágóprogramot. Ugye például az Adobe Premiere. De most ez az egyik legismertebb vágó program, amely az Adobe Creative Cloud révén előfizetéssel elérhető. A Final Cut Pro X az Apple-től van, így csak megren lehet használni. Az Avid Media Composer. Ugye az Avid manapság is vezető NLR rendszer a Hollywoodi és a televíziós produkciók esetén. Végül, de nem utolsó sorban a DaVinci Resolve, ugye ez felső kategóriás fényelő szoftverként kezdte meg pályafutását. Manapság viszont a vágás gyakorlatilag minden aspektusra kivitelezhető vele. Legyen az hangutó munka, vizuális effektek, stb. És ha szeretnétek megtanulni ezt a nagyon hatékony és ingyenesen elérhető, tehát DaVinci Resolve nevű szoftvert, akkor ajánljuk szíves figyelmetekben a csatornán szintén elérhető oktatóanyag sorozatunkat. Na most létezik offline és online vágás. Ugye ezek a fogalmak még a videó szalagos időkre mennek vissza. De ma is használatosak. Ugye online vágás során a nyers médiafájlokat a legjobb minőségben közvetlenül használják fel a vágáshoz. És a használt rendszer minden a vágás során felmerülő képműveletet képes kivitelezni. Legmagasabb felbontáson, teljes minőségben. A vágás végeztével pedig megtörténhet a kész anyag úgymond maszterelése. És ez a maszterelés bármely minőségi igénynek megfelelően kivitelezhető. Na most az offline esete. Az offline esetén a használt forrásmédia kisebb méretű, alacsonyabb minőségű, mint a kamera által rögzített eredeti formátum. Ugye az offline vágás során a struktúráját tudjuk létrehozni a vágott anyagnak. Ugye a snittek hossza a helyes sorrend. Ugye itt az ábrán egyrészt az online, másrészt az offline vágás folyamatát látjuk. Ugye az offline esetén, ahogy megbeszéltük, tehát nem ugyanazon a gépen történik, vagy gépeken, a kimondott vágás része, amikor ugye sorrendben illesztik az anyagokat, mint mondjuk a fényelés. Ugye itt a fényelésre utal ez a kifejezés, color grading workstation, tehát a fényeléshez egy külön munkaállomás van. Éppen úgy, ahogy a hang utómunkához is. Ugye a hangutó munkához Digital Audio Workstation-t használnak. Ugye itt a lényeg, tehát konkrétan egy offline vágás történt, kiküldték tehát a különböző munkállomásokra, ugye hang és fényelés még egyszer tehát, majd vissza és online befejezés történik. Ebben a videóban lényegében ezeket szerettük volna megosztani veletek. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, Tartsatok velünk a legközelebb is! Sziasztok!